most már hivatalos, szeptemberben Budapestre jön Ferenc pápa, a katolikus egyház fő ezt maga jelentette be. A tavaly a járvány miatt elmaradt nemzetközi eukarisztikus kongresszust idén szeptemberben rendezik Budapesten, a záró misét pedig Ferenc pápa mutatja majd be a hősök terén. Utoljára második János Pál pápa járt Magyarországon pontosan negyed százada az 1938-as eukarisztikus világkongresszus képsorai. Utoljára ekkor rendeztek hazánkban ilyen horderejű vallási eseményt. Szeptemberben ismét hazánk ad otthont a Nemzetközi Kongresszusnak, amely során egyebek mellett közös imákon, előadásokon és kiállításokon vehetnek részt a hívek. Ferenc pápa a vasárnap déli úrangyala imádságot követő beszédében jelentette be, hogy részt vesz a kongresszuson a szeptember 12-i záró misén. Őszintén köszönöm mindenkinek, aki előkészíti ezt az utat, és imádkozom értük. Imádkozzunk mindannyian ezért az útért és azokért az emberekért, akik azon dolgoznak, hogy ezt megszervezzék, mondta Ferenc pápa. A katolikus hívek közössége nagy örömmel és szeretettel várja Ferenc pápát, írja Erdő Péter üzenetében. Úgy fogalmaz, imádkozunk azért, hogy a járványhelyzet enyhülésével a Szentatya látogatása számunkra a remény és az újrakezdés jele legyen. A miniszterelnökség közleményben reagált, amelyben azt írják, örömmel hallották Ferenc pápa bejelentését, hogy elfogadja a Budapestre szóló meghívást, és tisztelettel várják szeptember 12-én a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró alkalmából. Úgy fogalmaznak, várakozással tekintenek a nemzetközi találkozó elé, és a kormány minden szükséges segítséget biztosít annak sikeres lebonyolításához. Magyarországon 25 éve volt legutóbb pápa látogatás, akkor második János pápa tette tiszteletét Pannonhalmán és Győrött.